Hétfő délután 2 óra, hallgatóktól hangos a Nyugat-Magyarországi Egyetem tornacsarnoka. Ezen a napon kezdetét vette a háromnapos szórakozás, a hallgatói napok. A hétfő egy rekord kísérlettel indult, a diákok 200 liter maci fröccsöt készítettek el. Úgy gondoltuk, hogy a fröccsnek ugye amúgy is sok köze van Győrhöz, és mivel Győrben már volt egy fröccs rekordkísérlet, ezért gondolkodtunk a maci fröccsön. A hordóba 130 liter szóda, 50 liter fehérbor és 4 liter málna szörp került. Az elkészült italból elsőként a rekordkísérlet fő támogatója kortyolhatott. A délután vetélkedővel folytatódott, amin a Széchenyi István és a Nyugat-Magyarországi Egyetem kollégiumaiból 2-2 csapat vett részt. A feladatokról nem tudunk sokat. Az biztos, hogy voltak előfeladatok, ilyen ugye a kisfilm készítése, a zászló, illetve egy kabalát kellett csinálni. Mi ezt mind jól teljesítettük, úgy gondoljuk, és hát reméljük, hogy sikeresen fogjuk végezni ezt a mai délutánt. Az érdeklődőket a további két napon főzőverseny, stand-up és koncertek várják. A Bridge-ben, a teraszon egy Bogrács Gulyás főzőversennyel készülünk, akkor ott a zsűri nem más, mint a jól ismert színművész Szőke Zoltán és Erkárpáti Péter, este pedig szintén a Bridge-ben a felső szinten a Fáraó zenekar, illetve éjféltől a Cosmix, az alsó szinten pedig a Drum & Bass kedvelőknek kedveskedünk. Még az utolsó nap a Subway teraszán kerül megrendezésre, ott az ilyen lazulós napot terveztünk. A fő programok mellett henna festés, vízipipa sátor, karikatúra készítés és különböző vetélkedők várják a szórakozni vágyókat.